Frissen szedett vagy éppen szárított levendula, piros alma és más termelői zöldségek és gyümölcsök. Ez mind megvásárolható Nyírbogát központjában, a péntek délután átadott termelői piacon. A 63 millió forintos beruházás toppos forrásból valósult meg a helyi gazdaságfejlesztés keretében. Egy ilyen létesítmény kialakítására már korábban is voltak kezdeményezések, azonban önelőből nem tudta ezeket megvalósítani a település. 2016-ban viszont sikerrel pályáztak a támogatásra, így most már ez az építmény a hivatalos termelői piac. Az önkormányzat még a pontos szabályozását nem készítette el, a beruházás elkészült, és azt gondolom heti 2 nap várja az ide látogató környező települési őstermelőket is, és természetesen a helyi termelőket is. Ez a beruházás illeszkedik a kormány programjába is, amelynek célja, hogy a vidéki kistelepülések felzárkózzanak. Ennek egyik fontos része az emberi kapcsolatok építése, ennek pedig egy termelői piac ideális helyszíne lehet. Az életminőség javításának egyik legfontosabb feltétele, hogy a termelőket és a fogyasztókat is egymással össze tudjuk kapcsolni, és vidéken a gazdaság ösztönzéseként is termelőpiacok jöjjenek létre. Látszik is a számokból egyébként, mert 2010-től kezdődően megduplázódott a termelői piacoknak a száma, és a regisztrált kistermelők száma is megemelkedett jelentősen. Nagyjából 5000 volt a regisztrált kistermelők száma 2010-ben, 18-ra már 16000 lett. Tehát úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, és segített ez abban, hogy minél jobb, minél finomabb ételeket együnk, hiszen a magyar élelmiszerek, a magyar mezőgazdasági termékek nem csak egészségesek, hanem finomak is. A piac kialakításánál fontos szempont volt a megfelelő infrastruktúra is. Jelenleg működik egy piac Nyírbogáton, de az nem rendelkezik azokkal a kiszolgáló egységekkel, amelyeket a piacra látogatók elvárnak. Ilyen például a mosdó és a kisebb raktárhelyiségek, de napelemek, egy kisebb iroda és térfigyelő kamera is szolgálja ezentúl a kényelmet és a biztonságot. Én a levendula virágzatával foglalkozom, kiszárított formában. Nagyon tetszik az új piac, közel van, és remélem, hogy lesz sok vásárlónk. Nekem tetszik, mert erre egyszerre is mindenkor szükség is volt erre a piacra, mert olyan kulturális körülmények között volt eddig a piac. És hát, hogy mondjam, mióta ez a polgármester asszonyban valóságos fordulat történt Nyírbogát külnemébe is, meg tartalmába is. És hát a piacsal kapcsolatosan majd meglássuk, hát így szép, hát majd a vevőkör dönti el, hogy innen akar vásárolni, vagy a boltból. A fejlesztések pedig nem állnak meg, a következő ütemben hűtőház épül. Ez a projekt jelenleg a közbeszerzésnél tart.